megjelenik a gyerekem a nyári szünetben, mert valami programot ki kellene kitalálni, és nem egy program, azt kell mondani, mert mozog és sportol. Nem pedig a számítógép előtt ül, a kicsit nyomkodja, mert általában ilyenkor a gyerekek, legalábbis az én nagyfiam már, hajlamos arra, hogy ő fekszik a szobájába, és nyomkodja az elektronikus pipét, és akkor én mindig szidalmazom, ezt is a finoman, hogy jó lenne, hogy valamit csinálnál, és de apa, de egyedül vagyok, hogy így vagyok meg. Amúgy is akkor én a nagy meló után, amikor hazamegyek, akkor muszáj vagyok kimenni velük focizni, ahhoz, hogy legyen egy kis sportmozgás, hogy elmegyek velük focizni, vagy elmegyünk sétálni a hegyre. Tehát, hogy a gyerekeknek folyamatos mozgásra a szüksége, nem csak a nyári szünetben, hanem általában a lényeg, a nyári szünetben hihetetlen nehéz megoldani, ezért nagyon nagyszerű, ezért is nagyon nagyszerű a sportos vakáció program, és hogy ezt én nagyon üdvözlöm, és természetesen az Ökölpás is támogatja, illetve mi is rendelkezésre állunk, amikor vannak olyan gyerekek, akik szívesen ülnek, kipróbálnak ezt a sportágat, hát ki tudja, hogy ezekből a srácokból, a lányokból is akár, hiszen most már a lányok is tulajdonképpen egyenlő képviselői ennek a sportágnak, milyen versenyzők lesznek, és hát ahogy itt a Krisztián is elmondta, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy mindenki a világon olimpiai bajnok legyen, mert akkor elég unalmas lenne az élet, hogyha mindenki világban lenne, akkor nem lenne annyira kitüntető. Úgyhogy itt az a lényeg, hogy gyerekek sportoljanak, működnek, mozogjanak, egészségesebb életben éljenek, hogy olyan sportnak egyébként is van egy olyan összetartó, egy ilyen barátságteremtő hatása, azt gondolom, hogy amikor az ember bekerül egy edzőterembe, akkor rengeteg barátokkal megismerkedik. Ezekkel a barátokkal aztán együtt fognak, és nem feltétlenül működnek. Tehát, hogy én nekem elsősorban az a véleményem erről az egész programról, hogy köszönjük misziót, hogy van lehetőség valahova levinni a gyerekünket mozogni. Másrészt meg köszönjük azt, hogy köszönjük azt, hogy van lehetőség, mint ezt már elmondtam, úgyhogy nem is tudom már, hogy a könyv is itt fogsz, hogy beszélik ott. Tehát, hogy megtiszteltük is számunkra, hogy ebben a programban mi is részt vehetünk, és hát remélem, hogy minél több srácot, kislányt látunk mozogni a nyári vakáció keretein belül, hogy köszönjük meg valamit.